Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Dérini Kulturális Központban, és hamarosan egy nagyon szép kiállítás nyílik. A Karcagi Népművészek Egyesülete tagjai mutatkoznak be. A kiállítást Eftont Mária fogja megnyitni, vele beszélgettünk egy picit a benyomásairól. Gondolom, hogy volt alkalma megtekinteni már a kiállítás, mit szól hozzá, hiszen mi már megnéztük, nekünk csodálatos. Nekem is nagy megtiszteltetés önmagában az, hogy kaptam egy fölkérést erre a jeles szép alkalomra. Azért is megtiszteltetés, mert nagyra becsülöm a nagykunsági kézműveseknek a munkáját, és azt különösen, hogy még arra is volt bátorságuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei népművészeti egyesületen túl egy helyi, saját egyesületbe tömörüljenek, és igazán tudják védeni közösségükben a helyi népművészeti kézműves értékeket. Igen, itt láthatunk azért fafaragókat, fazekasokat, csipkevelőket, tehát jól megférnek egymás mellett, és ahogy ön is mondta, fontos, hogy ezeket a hagyományokat megőrizzük. Önnek itt van esetleg, amit úgy elfogadna otthonra szívesen? Ó, hát ehhez egy gyönyörű palota kellene, amit én itt elfogadnék, mert sok nagyon-nagyon szép alkotás van, nagyon igényesek, művesek. Ezt csak gondolatban játsszuk el. Mert igazán azt hiszem, hogy az alkotók otthona azért tükrözné, hogy kinek milyen a lelkülete, mert én úgy gondolom, hogy ezek a gyönyörű munkák, amiket itt látunk a kiállításon, ezek nem csak a nagyapáinknak, nagyanyáinknak a kézműves hagyományát hozzák ide erre a kiállításra, hanem az alkotóknak, akik ezt megtanulták és most nekünk bemutatják, az alkotóknak a lelkét is megmutatja, és annak a mentalitásnak ad egy kis bemutatót, amilyen egy kun ember, a gyönyörű határozott motívumok, nem azt mondom, hogy a kun ember keménysége, de mégiscsak a kun határozottság. Itt van a motívumokban, és itt van azokban a tárgyakban, amelyek apáról fiúra hagyományozottak, és ez egy rettentően fontos dolog, és ebben nagy tisztelet az Egyesület valamennyi tagjának, hogy ezt úgy hozzák ide a kiállításra, hogy ezek nem csak kiállítási tárgyak, hanem valamennyi funkcionális tárgy. Tehát nem porfogóként van jelen, hanem igazi használati tárgy, használati eszköz. Abszolút beleillik a mindennapi életünkbe. Csak bízni tudok benne, hogy majd elmúlik a panellakások világa, mert oda nem nagyon férnek ezek, de elmúlik a panellakások világa, ahol majd nagyobb térben, és sokkal inkább tudják hasznosítani, mert sokszor egy gyönyörű korsót használna a háziasszony, de a panelben nincs spejz, nincs kamra, hova rakja azt a gyönyörű edényt? Lekváros szilkékben nem tudja tenni a lekvárját, mert nincs annyi hely. De én bízom benne, hogy lesz majd tálas is egyszer a 21. századi háziasszonyok otthonában, és lesznek szép faragott lábú székek, asztalok, és egy gyönyörű szőttes a falon, és adja Isten, hogy ez terjedjen. Ilyen szép kiállításokkal és ilyen gyönyörűen kell megemlékeznünk. Azt gondolom, ez egy nagyon méltó emlékezés arra a napra is, amit ma ünneplünk, ugye a Magyar Kultúra Napját, hiszen január 22-e van. Úgy hiszem, ennél méltóbban nem lehet tisztelegni a kultúra előtt. Úgyhogy gratulálok Karcag városának, gratulálok az Egyesületnek, és mindazoknak, akiknek részük volt abban, hogy ez létrejöhessen. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget. A Nagykunsági Népművészek Egyesülete 10 év alakult, elnökük dr. Nagy Molnár Miklós, a György István Nagykun Múzeum igazgatója. Azt hiszem, hogy nagyon nyüzsgés, mert mellettünk mindenki rácsodálkozik ezekre a szép alkotásokra. Kik tagjai az Egyesületnek? Gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt 17 alkotó, alapító alkotó hozta létre az Egyesületet, azóta persze bővültek a tagjaink száma, mert bővült. Több szakágot képviselnek, fazekas, kovács, fafaragó, alapvetően ők voltak az alapítói, illetve a szalmafonó készítő iparművészünk Jenei Károlyné Marika néni, aki szintén az alapítók tagok között van, illetve vannak még a csipkéseink és a kunhímzők. Azt hiszem, hogy tényleg gyönyörű alkotások születtek, és tényleg méltó az Egyesület erre. Van-e olyan, akinek már sok-sok alkotását zsűrizték, hiszen azért népiparművészek is vannak, kit szeretne kiemelni, vagy föl tudjuk-e sorolni, hogy ki mindenki rendelkezik ilyen elismeréssel?
Hát gyakorlatilag a mai 33 alkotóból 19 népiparművész, tehát ennek az a feltétele, hogy mindenki zsűriztetett. Volt három népművészetmestere címmel büszkélkedő alkotónk, azért mondom, hogy volt, mert ugye az egyik Esz Nagy István volt, aki tavaly halt meg, most már, de kettő most is van. A bőrösünk, akit az előbb elfelejtettem mondani, van egy bőrművesünk, és ő is a népművészet mestere, illetve Szűcs Imre fazekas mester, szintén a népművészet mestere. Ők azért bárhol, bármikor elindulnak, mindig verik a mezőnyt, hogy finoman fogalmazzunk. És hát nem csak saját maguknak, hanem az Egyesületnek is hozzák a sok-sok elismerést. Én azt kívánom, hogy hasonló szép kiállításokat még láthassunk 20 év múlva is, meg 25 év múlva is. Köszönjük szépen, azon leszünk.